Gyösi Mártonnal, viszont nem ezzel a témával indítanék. Jó estét kívánok, köszöntöm, elnök úr. Mert hogy ugye uniós csúcs kezdődött Brüsszelben, és a legfontosabb téma a csatlakozáson kívül az Ukrajnának folyósítandó, vagy valamilyen módon támogatást biztosító lehetőségek, akár katonai, akár pedig anyagi forrást. Zöldtegyi Katalin tudósítónk a reklám előtt elmondta, hogy milyen javaslatok vannak eddig a levegőben, és csak egy összesítés, hogy eddig mintegy 138 milliárd eurónyi támogatást adott Kijevnek a közösség. Mi a jobbik, vagy inkább az önálláspontja, mint LP képviselő? Mennyire célra vezető akár katonai támogatást még inkább adni Ukrajnának, illetve ugye az anyagi forrás az mindig azért kérdés, mert sokan azt mondják, hogy ezt soha nem kapjuk vissza. Ebben nagyon következetes álláspontot képviselünk. Meg kell nézni ugye az egész problémának és az egész konfliktusnak az eredőjét. És mindig innen kell kezdeni. Egy agresszor lerohant egy szomszédos államot. Oroszország megtámadta Ukrajnát. Erre ugye a második világháború óta itt az európai kontinensen ugye nem került sor, és nem is lehet mellette elmenni szó nélkül, és az egy nagyon fontos megválaszolandó kérdés, hogy ebben a helyzetben ki hol áll. Ha tisztáztuk azt, hogy az áldozatnak az oldalán állunk, mert hogy megengedhetetlen az, hogy egy ország katonailag lerohanja a szomszédját, akkor elindulhat egy vita arról, hogy hogyan és miképp támogatjuk meg az áldozatot. Mi mindig azt mondtuk, hogy katonailag nem szabad belekeveredni ebbe a háborúba, se a NATO-nak, sem pedig Magyarországnak, mint egy NATO tagállamnak. Látjuk Macronnak a nyilatkozatait. Látjuk, és elég sok problémám van Macronnak a különböző nyilatkozataival. Nem tudom, hogy ez most itt a kampánynak köszönhető, vagy itt ugye egy EP választáshoz közeledve itt ilyen nagyotmondási verseny indul az európai politikusok között. Szerintem elképesztően káros az ilyen típusú megnyilatkozás, mint amilyet Macron is mondott, mert ez kizárólag arra jó, hogy Vladimir Putyin felé azt demonstráljuk, hogy a NATO és az Európai Unió megosztott egy ilyen kérdésben. Az Európai Uniós országok többsége, hál' Istennek, azon az állásponton van, hogy nem szabad belekeveredni ebbe a háborúba katonailag, viszont emellett minden segítséget és támogatást, anyagi támogatást meg kell adni Ukrajnának, ugyanis, és ez nagyon fontos, hogy elhangozom minden alkalommal, Oroszországnak a céljai nagyon világosak. Mielőtt megtámadta volna Ukrajnát, 2021. december 17-én Oroszország nyilvánosságra hozta azt, hogy mi a célja ennek a háborúnak az elindításával, létrehozta azt a doktrinát, amelyben Oroszország Kelet-Közép-Európát, a posztszocialista és a posztszovjet tagállamokat a saját érdekszférájaként jelölte ki, majd két hónappal később megindította a háborút, tehát nagyon világosnak kell lennie annak, hogy ez a háború csak egy első lépése egy olyan konfliktusnak, amit Oroszország azért gerjeszt, hogy Európai Uniós tagállamokat, NATO tagállamokat, köztük Magyarországot is, hát az orosz érdekszférába sorolja. Ez pedig kijelöli Magyarország helyét, mégpedig Ukrajna mellett, és ezért gondolom azt, hogy a magyar kormányfőnek és a magyar kormánynak az ilyen lebegtető álláspontja és ilyen Vladimir Putyinhoz igazított álláspontja az a nemzeti érdekeink szempontjából roppant káros, és nagyon nehezen lesz helyrehozható a következő évtizedekben. Magyar Péter, a Híradónk is megkérdezett több ellenzéki politikust, illetve más orgánumok is megkérdeztek, azért az MSZP, a DK részéről hallottuk, hogy nem igazán kérnek belőle, Márki-Zay Péter, hogy említettem az adás rész elején, ő például támogatná a Jobbik. Hogyan értelmezi az ő felbukkanását, vagy mennyire támogatnák például a céljaiban? Mi egy autonóm párt vagyunk, akinek vannak törekvései, meg van programja, és nagyon világos, hogy mi milyen értékrend alapján hol állunk akár a többi ellenzéki párthoz, akár a kormányhoz képest. Én azt a fajta ilyen csodavárást, meg ilyen messianizmust, ami így a magyar közéletben rendre fölbukkan, és így fölhorgad az egész társadalom egy-egy ilyen jelenség láttán,
Én ezt mindig ilyen nagy kíváncsisággal nézem, és nagyon érdeklődve figyelem. Tehát ez egész Magyar Péter jelenség szerintem olyan, amihez nekünk nem kell feltétlenül sehogy se viszonyulnunk. Én nagyon sok szerencsét kívánok neki. Örülök, hogy ráébredt két évtized, vagy nem tudom hány évtizedet töltött a NER-nek a legbelsőbb köreiben. Én nagyon örülök, hogy legalább azon a napon megtörtént a felébredés, hogy elveszítette a utolsó fizető állását a NER-en belül, meg a családtagjai. Én ezt nem szeretném minősíteni, tehát ezzel önmagában semmi probléma nincs. Nagyon örülök, hogy a világos oldalra áttért, és nagyon örülök annak, hogy a maga kritikáit megfogalmazza. Kíváncsian várom azt, hogy mennyire lesz sikeres, kíváncsian várom azt, hogy az, amiről beszél, annak van-e valami tartalma is, meg van-e mögötte valami, vagy pedig ez csak egy ugyanolyan gyorsan felívelő dolog, mint amiben már láttunk egy párat, de amivel semmire nem mentünk. Úgy fogalmazott, hogy nem szeretné viszonyítani magukat hozzá, de azért nagyon sok elemző a március 15-i napot azt igazítják, legalábbis az ellenzéki megmozdulásokat, gyűléseket, rendezvényeket az ő zászlóbontásához, és azért azt elvitathatatlan, hogy jóval több embert mozgatott meg, mint az ellenzék. Kétségtelenül érdekes az, amikor valaki a NER-ből kiugrik és érdekes dolgokat mond. Kétségtelen, hogy ez egy olyan nem várt esemény volt, amire úgy látom, hogy sem a kormány oldalon, sem az ellenzéki oldalon nem voltak fölkészülve. Mi a Jobbik konzervatívoknak a központi rendezvényét, a koszorúzásunkat a Batthyány Örökmécsesnél nem ehhez igazítottuk, hanem délelőtt 10 órára raktuk, hogy még aznap még mindenki más programokra is esetleg el tudjon jutni. Adnának neki helyet egy-egy listán, vagy egy vezető szerepet a pártban? Ezt én nem is tudom, hogy ilyesmi hogy merülne föl. Kérdés. Tehát nem, nyilván nem. Mi egy párt vagyunk, amelynek van tagsága, vannak politikusai, és nyilván őket szeretnénk helyzetbe hozni azon értékrend alapján, amit mi nagyon következetesen képviselünk. Minden más pártnak, meg minden más kezdeményezésnek nagyon sok sikert kívánunk, és nagyon reméljük, hogy lesznek közös ügyeink. Az például, hogy a NER-t lebontsuk, és a NER-rel szemben értelmes politikai programok jelenjenek meg, és leváltsuk ezt a kormányt, ez lehet például egy olyan közös ügy, amiben találkozhatnak az érdekeink. Csak egy rövid gondolat, a Fidesz-KDNP Vánci polgármester jelöltje lemondásra szólította fel a polgármestert, illetve a Jobbikos Fehér Zsoltot, mert egy kiadványban szerintük szexista, nőgyűlölő és pedofil tartalmú fantáziaírást tettek közzé. Fehér Zsolt még a Jobbik tagja? Fehér Zsolt még a Jobbiknak a tagja, és vizsgáljuk ezt az esetet. Ugye mi mindig egy picit óckodunk attól, hogy hirtelen felindulásból lépjünk, amikor a Fidesz közeli sajtó ugye pont egy ilyen pedofil ügy kapcsán adott elnöki kegyelem nyomán megpróbálja itt szétkenni a felelősséget, és ugye mindenkit megpróbál a pedofiliához, meg a szexista kijelentésekhez, meg egyebekhez. Itt van előttem az írás, ha akarja egy részek belőle. Igen, csak az nem világos, hogy ez mennyire hiteles ez a forrás, ez honnan jön, és hogy ezt ő írta, vagy nem ő írta. Holnap lesz elnökségi ülésünk, és azon Fehér Zsolt meg fog jelenni, és el fogunk beszélgetni vele is, mert hogy még nem volt időnk megkérdezni arról, hogy itt egészen pontosan mi történt, de nálunk lesz következménye az ilyen ügyeknek, és ha ez így jelent meg, és ehhez Fehér Zsoltnak köze volt, akkor annak komoly következményei lesznek a párton belül, mert ezzel, ennek egyetlen sorával, egyetlen szavával nem tudunk azonosulni. Elnök úr, köszönöm, hogy eljött hozzá. Köszönöm a lehetőséget.